Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mondjuk el az Om NAM mantrát hétszer, amely az univerzum a maga tisztaságában. Om, Nam. Gondolkodásodon lépj túl az énségeden, és tér vissza a lényeghez. Ez a lényeg nem név, nem forma, nem tárgy, nem gondolat. Ha ezt eléred, a tudatod letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör. Ekkor tapasztaltad azt, ami nem tudható. Tapasztaltad azt, ami bennünk van, amely kimondja azt, hogy én, és ezáltal elköveti a legnagyobb hibát. Kimondja azt, hogy én, és ezáltal megadja a legnagyobb lehetőséget. Ezt az énséget az emberiség nem tudja visszadugni a palackba, mert ezzel a tudattal élünk, ezáltal váltunk emberré, hogy ezt az ént tudatosítjuk. A kérdés az, hogy milyen mértékben. Mennyire vagy tudatos ezen énséget illetően? Mennyire vetted ki az illúziódat a valóságból? Mennyire vetted ki az önképedet az önvalódból? És hogyha kellő tisztaságú az önvalód tapasztalata, akkor eljutsz a következő fokozatig. A tükörben látszik az igazság. Ha a tükör torzítatlan, akkor az ég csak kék, a fű csak zöld. Nem teszed jóvá, rosszá, nem teszed bele a múltba, a jelenbe vagy a jövőbe, nem szakítod szét a pillanatot a saját gondolkodásoddal, a saját énséged dualitásával. Ezt hívjuk a teljesség tapasztalatának. Ekkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel, tisztán beszélsz és cselekszel, sőt, a gondolkodásod, az érzelmeid, a beszéded és a cselekedeteid egy irányba mutatnak. Ezt hívjuk integritásnak. Ezt hívjuk annak, hogy egyben vagy. Hogy a személyiséged nem esett szét, nem növesztett egókérget magára, nem ment bele dualisztikus ítéletekbe, hanem az igazság talaján áll. És miért? Mert ez a pillanat tiszta, mert a tudatunk tiszta, mert az önvaló tapasztalata tiszta. Értsük meg, hogyha nem érjük el a lényeget, ha nem tapasztaljuk az önvalót, nem látjuk helyesen az igazságot. A tükör törött lesz, hullámzani fog, torzulni fog, meg van csavarodva, darabokra van törve, és ezt érzed, amikor nem vagy egyben. Ezt érzed, amikor úgy érzed, hogy a világot szét van esve. Amikor a kapcsolataid nem működnek. Az igazság tapasztalata az, amikor a helyzetedet helyesen ismered föl, a kapcsolataidat helyesen műveled, és a működésed is így helyes közted és a másik ember közted és a párod, közted és a világ között. De hogyha nem látom tisztán a helyzetet, nem teremtek helyesen kapcsolatot, és akkor nem is működöm helyesen. Mi a helyes? Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell térnünk a buddha eredeti tanításához, amely úgy szól, hogy a négy nemes igazság. A Butha nem azzal kezdte, hogy te hogyan légy boldog, bölcs, együttérző és szeretetteli, hanem kimutatta azokat az akadályokat, amelyek ezen minőségek útjában állnak. Azokat a problémákat, amelyekkel mindannyian küzdünk, hogy a mulandóságot, a feltételhez kötöttséget és a tökéletlenséget hogy éljük meg, és általában rosszul tűrjük. Rosszul tűrjük, hogy ez a test mulandó, mert a lélek örök létre vágyik, és nem kapja meg. Rosszul tűrjük, hogy feltételhez kötöttek vagyunk, mert szabadságra vágyunk, de ezt az ideát, ahogy elképzeljük, nem kapjuk meg. Rosszul tűrjük, hogy a másik ember tökéletlen, nem én, a másik, mert nem olyan, mint amilyennek mi szeretnénk. És ez a szenvedésünknek a fő oka. És hogyha ezt a szenvedést nem vesszük szemügyre, nem vesszük kézbe, soha nem leszünk felnőttek. Soha nem látjuk azt, hogy az élet és a halál mit jelent ezen a földön. És az ennek a szenvedésnek van oka. Az alapvető oka az, hogy az önképünk és az önvalónk különbözik. Az énségünk levált a valóságról, tele van téves nézettel, tele van illúzióval, és amikor ehhez ragaszkodunk, erre mondjuk azt, hogy az egoitás kérge lefedi a személyiségünk helyes működését. Akadályozza az egészségünket. Akadályozza az életünket, mert ragaszkodunk olyan illúziókhoz, amelyek soha nem lesznek igazak. A klasszikus tanításban a létezés 12 rétű láncolata az, amely a szenvedés okául szolgál. Ezt most nem mondom el, ne aggódj. Egyet viszont, amit már a tükörről mondtam, megismétlek, amikor a tükör belül nem működik helyesen, akkor nem látsz. Ez az avidjá szanszkritó. Tehát a nem látásból van az, hogy leválsz a valóságról, elidegenedsz önmagadtól, elidegenedsz a másik embertől, elidegenedsz a munkától, elidegenedsz a világtól, és valami olyan szenvedésteli illúzió világban élsz, amely Akármennyi energiát is kap, nem lesz valóságos. És akkor az avidjából vannak a tudatformák, a tudatformákból a vágy és a harag, abból az érzékszervek iránti vágy, és abból van a születés. A születés és halál körforgásában vagyunk mi. Ezzel a körforgással, hölgyeim és uraim, semmi baj. Nehogy azt itt, hogy csodagyógyszer kell, hogy hirtelen ez ne legyen. Itt arról van szó, hogyan tudunk értelmet adni az életünknek, hogyan tudunk átmenni a halál kapuján kevesebb félelemmel, vagy akár félelem nélkül, és hogy ezt a pillanatot, amit most tapasztalsz, hogyan teheted teljessé. Tehát a szenvedés oka mindig az, hogy valamit nem látunk tisztán. A legelső, főleg itt a nyugati féltekén, de most már azért nagyon sok helyen a világban, hogy a felelősséget oda föltesszük. Mi csak teremtettek vagyunk, ez az egész itt teremtés szintjén nem a mi dolgunk. És amikor ezt elkövetjük, akkor nem látjuk azt, hogy a tetteinkkel, a szavainkkal, a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel hogyan teremtjük ezt a világot magunknak és egymásnak egyaránt. Honnan veszed ezt észre? Hogy a szabadság és a felelősség ketté válik. Hogy nincs egyben az ember, mert a szabadsága egyfelé megy, és a felelőssége pedig mást mutat. Ahol ez szétválik, ott az infantilizmustól kezdve a bestiális, brutális, téves nézetekig minden van, csak nem normális, harmonizált élet. A harmadik nemes igazság az, hogy ennek a szenvedésnek van megszüntetése. A megszüntetés az, amikor visszatérsz ahhoz az önvalóhoz, amely csak az önkép feladása árán lesz a tiéd, vagy újra a tiéd. Tehát a vízcseppnek vissza kell térnie az óceánba ahhoz, hogy az óceánnál váljék. Másképp nem megy. A vízcsepp nem képzelheti el, hogy ő az óceán. Ez az illúzió. Vissza kell térnie a valóságba, vissza kell térnie az önvaló tapasztalatához ahhoz, hogy ismét igazi önvalóját tapasztalja, és hozzá váljék, aki ő valójában. És a szenvedésből való kivezetés útja szintén a tapasztalataink közé tart. Ezt úgy hívjuk, hogy a nemes nyolcrétű ösvény. És a nemes nyolcvétő ösvényben minden úgy kezdődik, hogy helyes. Ez az, amit az előadás első részében megpendítettem, hogy mitől helyes? Attól helyes, hogy a szenvedés helyett a boldogság felé megy. A még több vélemény alkotás helyett a valóság felé megy. Hogy a szavak, a tettek, az érzelem és a gondolat egy irányba mutatnak, és nem széttartanak. És ezt mindegyikünk érzi valahol. Csak a sok-sok téves nézet, a sok ideológia, a sok izmus, a sok elvárás, a sok félelem letakarja azt a tükröt, amelyben tisztán láthatnánk. Ez a tisztán látás, szanszkitul a vidja. Ebből van a videó, vidére, vízió, televízió, ez az eredet. És ahhoz, hogy ezt tapasztaljuk, gyakorolnunk érdemes a zen, a buddhizmus, az advaita, tehát nem kettősségre alapozódó irányzatok egyike sem mondja azt, hogy gyakorolnod kell. Nem. Gyakorolnod érdemes. A kell, az máshonnan jön. A kell, az belőled jön. A kell, az abból jön, hogy egyszer csak érzed, hogy elég volt. Nagyon egyszerű. Elég volt a szenvedésből és szenvedtetésből. Elég volt a boldogtalanságból, nélkülözésből, szélsőségekből. És a középútra való visszatérés az az ösvényre való visszatérés. Semmi más. Úgyhogy ennek a működését szeretném bemutatni egy olyan hagyományos képsorozattal, amelyet úgy hívunk, hogy a tízbika történet a tíz bika történetben láttok majd egy embert, egy bikát, a kettőnek a viszonyát. Az ember a gyakorló, a bika pedig a saját elméje. Mindenkinek van bizonyos mennyiségű karmája, vagy több, vagy kevesebb. Ezek ragaszkodások, hamis azonosulások és téves nézetek formájában rárakódnak a tükrödre a rárakódás vastagsága, a távolság, az illúzió és a valóság közt. Minél vastagabb ez a sok-sok karma, annál távolabb vagy önvalódtól, annál többet szenvedsz és szenvedtetsz. Fordítva, ha rengeteg szenvedést és szenvedtetést tapasztalsz, akkor nagyon nem vagy a valóság talaján. Nagyon nem vagy a középúton. Akkor szakadtál szélsőségekre, és akkor van egy olyan létállapot, amelyből előbb-utóbb elég volt. És a legtragikusabb az emberiség történetében csoport, család, párkapcsolat és egyén szintjén, hogy rossz felé keressük a kiutat. Honnan tudod, hogy megoldottál egy problémát? Onnan, hogy nem jelenik meg újra. Egy kiút akkor kiút, hogyha nem ismétlődik meg ugyanaz a probléma, esetleg egy más alakban, de a mészerkezetben ugyanúgy. akik nagyon sok párkapcsolaton keresztül mentek. Mikor lett tényleg más az újabb partner, mint az előző? Akkor, amikor te megváltoztál. Tehát miért van az, hogy csak a válságok hatására tudunk valami érdemlegeset tanulni? Mert ez az, ami a téves nézetek, a hamis énség, tehát az egoitásod, kérgét áttöri. Ezt mostanában kínnyomásnak vagy a szenvedés közvetlen tapasztalatának szoktuk nevezni. Tehát mekkora szenvedés kell ahhoz, hogy elég legyen? Mit kell tapasztalnod ahhoz, hogy le akard takarítani a tükrödet, és belül óhajts változni? Miért? Egy kitűnő tanító mondta: Az egyetlen kifelé vezető út befelé vezet. Ha nem gyakorolsz, nem változol. Ha nem teszed fel azt a nagy kérdést, hogy mi ez? Mi ez, ami kimondja az énséget? Mi ez, ami lát bennem? Mi az, ami hal? Mi az, ami gondolkodik? Mi az, ami érez? Tehát amíg ez nincs meg, ez a kérdés, addig hited sem lesz. Mert addig csak ideológiákból, doktrínákból, rendszerekből és egyebekből táplálkozol, ezek olyanok, mint egy ilyen másodlagos takarmány az élő fűhöz képest, amikor egy nyájat mondjuk legeltetnél. És hogyha nem tetted fel a kérdést, és nincs tapasztalati alapú hitet, hogy valójában te ki vagy, akkor bátorságot sem lesz az élethez és a halálhoz. Bátorságot sem lesz ahhoz, hogy egy konfliktust megoldj. Ahhoz, hogy a kivezető út tényleg az legyen, tehát elül kell megváltoznunk, és nem megismételni azokat a problémákat, amelyeket mi hoztunk létre. Mondhatod, hogy de hát a család, de hát a környezet, de hát minden egyéb, mint én. Való igaz, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon sokan vagyunk. De itt a terészed a legfontosabb. Az, amit te csinálsz. És hogyha ezt uralod, az az önuralom, hogyha pedig a világot akarod kontrollálni, az pedig egy olyan kísérlet, amely teljesen kudarcra van ítélve. Nem tudod a világot uralmad alá hajtani. Erre két példát mondok, mielőtt a tízbika történet tanító értékét bemutatnám. Az első egy görög bölcs, úgy hívják, hogy diogenész. És diogenész pontosan akkor élt, amikor Nagy Sándor ugye kezdte a gyönyörűséges hódító útját, amelyel, mint tudjuk, a közelkeleten át egészen Indiáig elhatolt. És utána pedig visszafordult. És utána meghalt de Diogenész még mindig élt, amikor Nagy Sándor már eltávozott, és amikor indult ez a gyönyörűséges hódító út, és a trák hadvezér már akkora sereggel bírt, hogy senki nem tudott ellenállni neki, hallott erről a bölcsről, leszállt a lováról, és Diogenész mindenféle ruházati tartalék nélkül egy hordóban lakott. És éppen a hordója előtt időzött. Nagy Sándor odalépett hozzá, és azt mondja, a Diogenész, te a világ legbölcsebb emberei közé tartozol, én a világ legerősebb hadvezére vagyok. Mondj bármit, és én megteszem, érted? És a Diogenész így szól, nagy hadvezér, kérlek, állj el a napsugár útjából. Ennyit kért a világ legerősebb hadseregének vezetőjétől, Diogenész. Okay. A második az egy olyan példa, amely a közel egészen távol-keletig teljesen elterjedt, szerintem kínai eredetű, egy trónörökösről szól. És a trónörökös semmi más nem csinál, mint készül az uralkodásra, és ő egy jól nevelt trónörökös, a Dac korszakán már túl van, és ilyen késő 10-kor a 20 éves, amikor az udvari szerzetes megtanítja őt a bölcsességre és megkérdezi egyszer, hogy uh, király ifjú fenség nem sokára trónra lép. Mit fog tenni? És erre a fiatal trónörökös azt mondja, hogy uh, érző szívvel és tisztánlátással szeretném országomat kormányozni. És erre a szerzetes azt mondja, hogy királyi fenség érző szívéhez kétség nem fér, tisztán látását pedig szeretném segíteni azzal, hogy most az országa a maga előtt elterülő három négyzetméter. Megkérem, kísérje ezt figyelemmel fél órán keresztül. És megtanítja neki a zen meditáció alaptechnikáját, a tér és a hang fölfogását, azt, hogy ezt a teret, ezt a pillanatot és a benne előforduló rezdüléseket hogyan érzékeljük megszakítás nélkül. Hangsúlyozom, megszakítás nélkül. Eltelik fél óra, és utána visszajön a szerzetes, és azt mondja az ifjú, aki nagyon böcsületes és lelkismeretes trónörökös volt, Szunim, megkérem, tolmácsolja édesapámnak kérésemet, hogy én ne lépjek trónra még, amíg nem sikerül túljutni a következő akadályon. És mi legyen az, királyi fenség? Kedves szerzetes tanítom, hogyha Nekem nem sikerül három négyzetmétert fél órán keresztül figyelnem megszakítás nélkül. Hogy tudnék egy országot egy emberöltön keresztül megfelelően figyelni, és észrevenni, hogy mi történik? Tehát a figyelmed minősége az a tudatod minősége. Hogy a felismeret, hogy ezen a tapasztalaton múlik minden, akkor a tudatodon dolgozol, akkor azt teszed, amire tényleg szükség van belül dolgozol. Na most ezt a belső munkát szeretném szemléltetni a tíz bika történettel. Hölgyeim és uraim, ez a kép, mint az összes többi, amit most a sorozatban látni fogtok, kóreai templomban készült, az alatta lévő írás kóreai hangul nyelven van, ezt kintartózkodásom idején készítettem, és a legelső kép az ez. Tehát, hogy keresi, az emberünk a bikát. 10, illetve 11 bika kép van, a 11. az már egy átkötés. És nézzük meg, hogy hány kép foglalkozik az út keresésével és a gyakorlat megtalálásával. Itt azt látjuk, hogy egy gyakorló, egy kötélek a kezében keres valamit. Keresi a szakadék szélén, keresi a hegyek csúcsán. Ez az, amikor az első kérdés fölmerül, hogy ki vagyok én. Mi az út? Hogy találhatom meg a kivezető útat a szenvedésből? És ekkor keresek valamit, amit a szó legszebb értelmében hagyománynak hívok, keresem a tanítómat, keresem a tanítást, és keresem a tanítványi közösséget, ahol a helyes irányba haladhatok, ahol változhatok. De egyelőre semmi más nem találok, mint nyomokat. Itt látszik az, hogy a bika nyoma Nyomai előttem vannak. Ez az, amikor meglátom a saját tetteimnek a következményét. Tehát, amikor az útra lépek, még semmi nem történik a hagyomány formális felvétele ügyében, de már látnom kell, hogy az ok és okozat hogy működik. Miért? Mert így döntöttem. Azt döntöttem el, hogy a vidja, a látás és így a belátás fontosabb lesz, mint a saját véleményem, a saját ragaszkodásaim, a saját illúzióim és a saját hamis önképeim. És ekkor, akár tetszik, akár nem, a tényleges ok és okozat működését meglátom, akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem. A következő az, amikor itt, ha megnézzük a bal felső részét a képnek, ott van egy ilyen barna tompor. Látjuk azt a barna tomport, ugye? Na, ez az, amikor tényleg elkezdődik a gyakorlat, és ezért szoktam mondani a templomi foglalkozások kezdetén, hogy a zen az egy felnőtt műfaj. Tehát nem a szépet látod, nem tengerparti képzelődéseink vannak, nem szuggesztiók vannak, hanem meglátod a karmád fonákját, a bika fenekét, azt a barnát, ami hát itt sár, de lehetne egyéb szagosabb is, tehát a tetteinknek a durvább következményét, ez az, amikor a meditációban a traumáink jönnek föl. A szenvedés ténye, oka már megvan, de a megszüntetés és a megszüntetés útja még várat magára. És az teljesen törvényszerű, hogy a kötél még nincs a bika nyakában, a gyakorló és a bika még nincs megfelelő viszonyban, mert a karmáthoz így csak ezen az úton tudsz érdemben közelíteni. Ilyenkor egy csomó komplexus kialakulhat a bűntudattól kezdve a kisebbségi érzésig, hogy én erre képtelen vagyok, a bikát soha nem érem utol, ez mindig barna lesz, és ezt le kell tudni vetni. Ettől meg kell tudni szabadulni, mert ekkor a saját tudatomat, amely a bika, mint szimbólum, soha nem tudom megtisztítani. Pedig a tan megmutatja, hogy lehet. Na, hogy lehet? Úgyhogy ezt a barna bikát a fegyelem kötelével és a gyakorlat módszerével elkezdem szelidíteni. Elkezdek a szokásaimon dolgozni. Elkezdek azon töprengeni, hogy miért vagyok ilyen ember, amilyen. És hogyha meglátom, hogy milyen gondolatok, érzelmek tettek, és beszéd tesz engem ilyenné, ilyen barnává, akkor elkezdek tisztulni, elkezdem tisztítani magamat azért, hogy ne tapasztaljak se adott, se kapott szenvedést, sem a teremtés, sem a teremtettség szintjén. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy végre a kötél a bika nyakában van, szembefordulsz a karmáddal, a bika szembenéz veled. A saját elméd működését látod, amely lehúzhatna ide a szakadékba, más helyen tó is van, más ábrázolásokban, de a hegycsúcs az nagyon messze. Tehát egyelőre csak az van, hogy küzdesz. Küzdesz azzal, hogy fel akarsz szárni a meditáció alatt, elmenni a templomból, és soha többet vissza nem jönni, mert te nagyon rossz helyre jöttél, és ez az egész működésképtelen, és hogy te csalódtál, és fájdalmad van, és eleged van. Na ez, ez az az állapot. És hogyha az ember ilyenkor elengedi a kötelet, akkor a bika valószínűleg vagy a mocsárba, vagy a szakadékba, vagy az erdő mélyére, elmegy, és sokkal nehezebben találod meg. Ezért mind a jogában, mind a zenben van egy mondás, hogy jobb nem elkezdeni, mint abba hagyni. Tehát ha elkezded, járd végig, ez a saját ütemed. De ha mentálisan föladod, akkor elvágtad a kötelet magad és a karmád a tükör és a tárgyak között. Ez a küzdelem, ez teljesen rendben van. Nehogy azt itt, hogy enélkül meg lehet úszni, itt pont azzal kezdődik a gyakorlat, hogy a kényelmi zónádból kijössz. Amikor már eleget gyakoroltál ahhoz, hogy egy picikét tisztábban láss, akkor megjelenik a bika, marja, feje, első két lába ö, már fehéren. Ez azt jelenti, hogy az irányvételet helyes. És ilyenkor már lazábba kötél, figyeld meg. Megszoktad, hogy te lehetsz más. A tisztánlátásod, mint tapasztalat, imperatívusszal, felszólító erővel bír, hogy te milyen légy, és ez belülről jön. Kívülről kaphatsz formális tanítást, mint ahogy ma is, de ha ez nem válik bensővé, nem internalizálod, nem a saját tapasztalatod, akkor mindig azt érzed, hogy valamilyen parancsolatot teljesítesz, vagy egy külön ideológiát, vagy vallást követsz. És ez az úton nem így van. Ez az úton úgy történik, hogy a tanításból tapasztalat lesz, és a tudat elkezd tisztulni. És amikor tisztul, megfelelő irányban áll, és néz már ott van a legelő körülötte. Amikor a gyakorlatod, és ez már évek, elér egy bizonyos ö, kifinomultságot, akkor a meditáció módszerével már nem kell az elmét állandóan fegyelmezni, mert megvan az önfegyelmed. Ez onnan is lehetséges, hogy az intuíciót kezd kifejlődni. Az intuíciód nem más, mint az önvalót közvetlen megnyilatkozása. Tehát a gondolataidat, az érzelmeidet, a dualisztikus karmádat már jól el tudod különíteni az intuitív működéstől. És ekkor válsz érett gyakorlóvá. Miért? Mert a bika már zeneszóra is hallgat. Zeneszóra is. Az a harmónia, az a belső harmónia, amire vágysz, az kezd megszületni. A kötél ott van a nyakában, bármikor meghúzhatod. Ha valami váratlan karma jön föl, pillanatok alatt újra meg tudod fegyelmezni magadat. De a helyzet az, hogy ezt a fázist nagyon nagy erőfeszítés árán lehet csak elérni, elérhető, de ez évek, ahogy mondtam. Ez egy olyan állapot, amikor a tükör, Teljesen tiszta, de te, mint alany, még ott vagy. Ez azt jelenti, hogy a duális elme, mint egy külön bika képzet, már eltűnt. Ez egy sokkal rövidebb időszak az előző öt képhez képest. Amikor az elme eltűnik, mint különálló mozgás, mint duális tevékenység, ekkor vagy a felébredés kapujában. És az egyévált állapotot nem alanyi vagy tárgyi módon ábrázolják, ez a teljességköre, a zenkör. A legérdekesebb az emberben az, hogy teljesen meg kell haladnia önmagát ahhoz, hogy elérjen önvalójához. Azt a valóságot, amit addig önmagadnak ismertél, teljes mértékben meg kell haladnod. Ezért nincs ezen a képen bika és ember, sem természet. Ez az az állapot, amikor visszatérsz, mint csepp az óceánba, és az óceánnál váltál. Ez az, ami szavakkal nem írható le. A következő egy tájkép. Tehát a lényeg tapasztalása volt a kör, és az igazság tapasztalása az a tájkép, ahol te, mint különálló létező nem vagy jelen. Az elméd nem mozdul. Te, mint külön entitás, nem kell, hogy létezz, a tükröt tisztán lát, az égkék, a fűzöld, a víz pedig szépen mossa a tájképpartjait. partjait. És most jön az igazság után a helyes működés, amikor rájössz arra, hogy ha ezt nem adod át másoknak, akkor hűtlen lettél a hagyományhoz, és nem teljesíted be az emberi utadat, hiszen te is kaptad valakitől, valamilyen tanítótól, valamilyen tanítást csak elsajátítottál. A gyakorlatot valaki megtanította neked, valamilyen közösségben csak voltál ideig, óráig, vagy esetleg több évtizedig. És amit itt látsz, az az a tető, ahol ugye otthon van, mert ott a kémény, és száll föl belőle a füst. És ekkor, mint tanító, a város felé veszi az útját az illető, az ember, és mások tanítását elvállalja, hogyha erre őt felkérik. Nagyon fontos, hogy a buddhizmus mindig felkérésre tanított, oda nem ment, ahova nem hívták. Nem tanított, hogyha erre felkérés nem érkezett. És így teljesül be a képsorozat, amelyet legyünk szívesek nem lineárisnak, hanem ciklusnak elgondolni, mert ezekből a tanítványokból lesz a következő lény, aki kiáll az útra, és a tanítás szellemében elkezdi keresni a bikát, elkezd foglalkozni önmagával. Tehát az utolsó kép, ahogy a megvilágosodott tanítja a tanítványait, az ide jön vissza, amikor az egyikük föláll és elkezdi tényleg gyakorolni a tant. Ez a képsorozat, tehát ez a tíz bika történet, ez egész Ázsiában elterjedt. Szinte minden zen templom falán ott van, úgy képzeljük el, hogy vannak buddha termek, meditációs termek, és a buddha termeknek a külső falazatán, az oszlopok között, a kazettákban ezek vannak. Úgyhogy nézzük meg, hogy ez mennyire egyszerű. Nézzük meg, hogy ezt mennyire csak csinálni kell. És ezzel elérkeztünk több problémához, amely itt az európai paradigmánkban szerepel. Az egyik az, amelyet a videók jó részében úgy hívok, hogy logosz betegség. Tehát a szavakat azonosítjuk a tettekkel. Azt hisszük, hogy ha kimondtuk, akkor már meg is történt. A másik betegség, amelyre utaltam az előadás kezdetén, hogy azt várjuk, hogy a világ tegye meg helyettünk, hogy majd a másik ember megigazul, attól nekem jobb lesz. Tehát ezek az elvárások nem működnek, a szavak és a tettek azonosítása sem működik, mert azt látjuk, hogy ugye nem a szakácskönyvet tesszük meg, hanem az ételt. Nem a térképen járunk, hanem a tájon. És a tíz bika történet úgy érzem, nagyon szépen felrajzolja azt az utat, amelyet bejárhatunk, ha szeretnénk. És hogyha ebben tudok segíteni bárkinek, akkor várom tisztelettel a kérdéseiteket. Nagyon alacsony energia szinten van, hogy a hangok is zavarnak. Talán az étkezésnél hallott hangok zavarnak a leginkább. Tényleg? É, tényleg. Wow, tehát a villa csörgése, meg a kanálon kopog, kanál. És azt akartam kérdezni, hogy ez miért másabb, mint a traktorzúgása, vagy egy kutyaugatás? Miért zavar jobban? Azért, mert e mögött vannak olyan képzetek, amelyeket a, a tudattalan elrejtett, de egész biztos, hogy egy nagyon komoly megkülönböztetés van zaj emlék és zaj emlék között. Ha például asztali beszélgetés vitává vagy veszekedéssé fajul, az azt megelőző étkezés hang már kondicionálja az embert, hogy akkor ez lesz. Hát eszünk, és utána vitatkozunk, és utána veszekszünk. Úgyhogy semmi más nem lehet emögött, csak olyan emlék, amelyet a tudattalan tárol. Egyébként ezek a hangok, ezek üresség természetűek. Bemutatom ezt egy példán. Ezt mi zenbotnak mondjuk, magyarul. Angolul zen stick. Koreul jujongja. Oké? Okay? De ez a bot nem mondja, hogy én bot vagyok, Ich bin ein zen ezt sem mondja. Yeah. Azt sem mondja, hogy ja, palica. Mondhatná, de nem mondja. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy ennek nincsen önálló tudata. Mi ruházzuk föl, és ez a felruházás, ez a teremtés. Vagy a rávetítés. Ez azt jelenti, hogy ez a bot nem tudja, hogy bot, azt sem tudja, hogy két színű barna, azt sem tudja, hogy ilyen nagyon szimpatikus göröngyök vannak benne, és azt sem tudja, hogy ő rövid vagy hosszú. Ezeket mind, ami elménk gyártja le. Na, az a bika, amit láttatok az előbb. Iszonyú erős. Tehát annyira elhiszed a saját gondolkodásodat, hogy hihetetlen. Úgyhogy semmi más nem történik, mint hogy észreveszed, hogy ezek a zajok valamiért, projekciót kaptak, és ezt elraktároztad. És ezért már így, hú, ez nekem nem jó. Itt valami, itt valami szenvedés van. Mint ahogy Pavlov kutyái tanulják a reflexeket. Az igazi, amikor ezzel az alapkérdéssel, amiről beszéltem az előbb, hogy mi ez, elkezdesz dolgozni, és semmi más nem történik, mint hogy a karma megmutatja önmagát. Meditációban föl fog merülni, ez a zaj, és ez a zaj a különböző projekcióit is meg fogja mutatni. Ez az úgynevezett körülvevő okozati láncolat, az a mező, ami körülveszi ezt. És akkor megteheted azt, hogy a tisztánlátás fényében, ehhez kell a mozdulatlan tudat, tapasztalod a zajt emlékben, úgy, ahogy az van, lefosztva, a duális projekciókat, lefosztva a félelmet, lefosztva a zavarást róla. Egyébként, ha tényleg zavarnak így ennyire az étkezés közbeni zajok, akkor gyere a templomba, mert ott nagyon halkan eszünk. Akik voltak, azok már tudják, hogy mint a tigris elvágom a zajongást. Nem azért, mert engem zavar, egyébként zavar. De azért, mert a zajtalan evés, az a figyelem gyakorlat egyik formája. Tehát, hogyha össze-vissza vered az evőeszközt a tálhoz, akkor nem figyelsz akkor a reflexeid esznek. És hogyha figyelsz, akkor tudod halkan, szinte zajtalanul csinálni. Úgyhogy mindig a figyelmen múlik minden, de hogy tisztítod le a figyelmet? Na ez a jéghegy csúcsa, amit az elmét figyelemnek lát. Alatta van az a 95%-nyi nem látott tudattalan karma, amitől a figyelmed megkapja a minőségét. Hogy hogy tudsz figyelni, meddig? Meddig tudod a szemedet egy ponton tartani? Meddig tudsz ebben a térben lenni? Mostanában nagyon-nagyon rövid ideig. Tehát a figyelemhányadossunk az olyan borzalmas, hogy 17 másodperces videókat szoktunk fogyasztani. És hát azért jóval többre ne kapacitásunk, mint figyelem, mint térérzés, mint tükörszerű tiszta tudat. Jó? Hogyan tudnám orvosolni akkor ezt a dolgot? Gyakorlatilag úgy, hogy elkezded azt a belső gyakorlatot, amit meditációnak hívunk, és ezáltal letisztázod a tükröt, és a tükör az pedig ö, megmutatja, hogy mi az illúzió és mi a valóság. Köszönöm. Ha lefoszlik a valóságról az illúzió, akkor a valóság kezelhetővé válik. Oké. Okay. Ott. Azt szeretném megkérdezni, hogy éjszakai álmon volt két alkalommal, és nem tudom, hogy ezt hová tegyem, repültem a csillagos ég volt fölött, és ezt a boldogság érzést a mai napig itt törzöm a szívembe, és nagyon jó volt. Ez ott jó helyen van, nem kell sehova se vagy tenni. Hát az történt, ami történt, és én ezt nem tennék hozzá semmit, nem tennék el belőle semmit. Ez a boldogság érzés talán attól is lehetett, talán, hogy ö, a mindennap életünkben annyira kötődünk az érzékszerveinkhez, hogy ezzel azonosulunk. Tehát a testi létünkkel azonosulunk holott, ez csak egy a négy nagy állapot közül, az egyik lehetséges állapot még, amikor megszületünk, a másik, amikor meghalunk, ezekről tudunk. De a negyedik, az amilyen kicsit homályos, vagy ilyen hiányos ismeretanyagú, ez az, amikor a lélek nincs testben. És az álom ad egy ilyen kis bepillantást, hogy na, ez milyen. Esetleg akkor én is kiszálltam? az lehet. De ami a legfontosabb, hogy visszaszálltál. Hát ez így igaz... itt vagyok. De hát ez jó. borzasztó jó érzés volt, és hogyha Igen. a halál ilyen. akkor ez. Nem erről szól a történet, nem? Nem, 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 nem. Ne szaladjunk elő. Uh -huh. Tehát itt az történik, hogy kapsz egy bepillantást arról, hogy milyen az, amikor a lélek nem kötődik a testhez. Pont. De itt visszatérsz. Mert az a dolgot, hogy visszatér, és az álom, hogyha tényleg testen kiüli, akkor néha az éber visszatérés esetén egy olyan testérzettel pársul, ami nem kellemes. Tehát a, a, test ilyenkor alapon van, nincs benne energia. Újra föl kell venni a test testtudatot. Ez nagyon fontos. Nem maradunk kint, visszajövünk. Mert az a dolgunk, hogy éljünk, az élet azt jelenti, hogy testben vagyunk és használjuk az érzékszerveinket. Egy ilyen tapasztalás után másképp használod, teljesen más az érzet, és ez kell hogy ez egy relatív valóság legyen. Ez azért fontos bepillantás, mert a tudatod elérte azt az energiát és tisztaságot, hogy ezt tapasztalhatja. Tehát ez miért nem történik meg mindegyikünkkel? Azért, mert az álomnak néha más súlya, más karmikus terhelése van. Ez az, amikor kátrányban futunk a dúvad bika elől, de az csak azért van, mert túl sok töltött káposztát ettünk vacsorán. Ugye? Tehát ez az az állam, amikor benne vagy a testben, kőkeményen, és semmi nem segít rajtad, mert ezt hoztad létre. Ebből lehet tanulni. Egy. Nagyon mullandóak vagyunk, és ez a lét, ez az élet, ez egyszer véget ér. Egyszer a sofőr ki fog szállni a járműből. Tehát nagyon-nagyon tudatosan és óvatosan kell eljárnunk minden életben töltött pillanatunkkal. Mert egyszer vége. És ez amennyire boldog, annyira mm, kicsit felébresztő kell, hogy legyen. Mennyi időnk van még? Mennyire figyelünk? Hirtelen egy pár ember megnézte az óráját. Nem, az életedre gondoltam. Úgyhogy hogy kellenek ezek a tapasztalások. Úgy tűnik, hogy mielőtt megszületnénk, látunk valamit a születendő állapotból, tehát abból az életből, amit el fogunk vállalni. Tehát ez oda-vissza működik. Tehát van átjárás, de csak egy pici, nem sok, aztán visszatérsz, felébredsz, és csinálod a kávét a férjednek. Egyéb kérdés? Annyi dolog van, amelyre minden nap időt kell fordítsunk, és figyelnünk kell, és eleget kell tegyünk úgy a családi, mégint a munka szintjén, hogy so sokszor nincs idő erre az útkeresésre, vagy hogy is mondjam, most jó, van ez az általános mondás, hogy mindig arra van idő, amire az ember akarja, de amúgy ez néha nem, nem, jön így össze. Hogy hogy tudnánk erre erre több időt szakítani, hogy rendszerezni magunkat. Eddig miért nem kerestél meg? Hát én vagyok egy olyan helyzetben, hogy adok neked egy 25. órát a napban. Tehát ki van utalva? Jössz a zen templomba, fizetsz, és adok egy 25. órát a napban. Kell. Holnap ott vagyok. Örülök. Tehát, amikor arról van szó, hogy Ázsiában általában reggel 3 és 5 óra között gyakoroltak, nevezték ugye a, azt mondja, a tigris órája. És ez azért volt fontos, mert a tudatban ekkor születik meg a nap. Tehát ekkor állítod össze akár álomállapotban, akár csak alva, de ekkor áll össze a napod. És hogyha ezt te éber gyakorlattal töltöd, akkor éberebben, tisztább tudattal, világosabb állapotban ébredsz, és mész tovább. Mit csinálsz te hajnali három és öt óra között? Hát ö, alszom. Jó. Akkor ezt egy óra erejéig, akár öttől hatig, hogyha úgy szeretnéd, de kiutalom neked, mint éber órát, tessék. Köszönöm. Nem is kell érte fizetned. Először próbált ki, majd utána. Tehát nincs olyan, hogy egy órával hamarabb ne tudnál fölkelni. Csak a okásaid mutatják azt, hogy jaj, hát muszáj volt a kedvenc filmemet másodszor is megnézni tegnap este. Én hozzáteszem, én van, hogy már fél tízkor alszom, és így is reggel hatig alszom, mert annyira fáradt vagyok. Hogy... <laughs> és segít az a sok alvás? Ugye, hogy nem? nem. Hát Tehát egy bizonyos, e e után, orráig, egy bizonyos idő után... bizonyos idő után úgy kezd föl, mintha megvertek volna ezt, úgy, úgyhogy ulalszod magad, túlálmodsz. Tehát már a test sem ki, piheni ki magát. Általában ez a 6 és fél és, 7 és fél óra közötti alvás ennek elégnek kell lenni ha te beállsz egy olyan energiaszintre nappali gyakorlással is, ami leborulás, éneklés, ülés, hogy magasabb energiaszinten mész be az álomba, akkor nem kell annyi. Tehát általában az van, hogy a gyakorlatra fordított idő, az levesz az alvás idődből. Tehát átváltottad éberre. Megtérül. Bizony, te valami befektetéssel foglalkozol? Olyasmi. Olyasmi? Akkor neked drágább. Igen. Egyéb kérdés? Mikor kell használni az egót? Kell egyáltalán használni? Vagy mikor kell... De vannak-e olyan szituációk, amikor engedni kell? Mi az egoitás? Mondd el nekem. Önzés. Oké. Okay. Mikor kell önzőnek lenni? Biztos van olyan szituáció. Kíváncsian várom. Nem akarom húzni az időt. Na, az egód már az elterelő hadműveletet azt fogalmazza. Mm -hmm. Jó? Tehát nézd meg azt, hogy az abszolútram, mint képzett, mikor van szükség. Az, hogy te magadat és mást, téged és a világot egyaránt tudomásul vedd, ez semmi nem akadályozza. Értsük meg. A normális személyiségre szükség van, az egoitásra nincs. Egy ugyanazon valaminek a kétféle működéséről van szó. Tehát a személyiséged az olyan, mint egy lélegző sejt. A sejtnek vannak határai, van egy identitása, van magva a legtöbbnek, vannak benne ilyen kis finom mitokondriumok, vannak benne sejtalkotók. Ez egy nagyon izgalmas entitás, mert ő a test kollektívumában az egyén. Sejt, az az individuum. Oké? Okay? És hogyha ez lélegzik, ha kölcsönhat, ha nincs megmérgezve, ha nincs megsérülve, akkor nagyon világos működési paraméterei vannak. Felismeri a többi sejtet, és kölcsönhat velük. Felismeri a környezetét, és kölcsönhat ezzel a környezettel. Akkor, amikor ez a felismerés megszűnik, akkor nem tudja, hogy ő hol álljon meg a szaporodásban, nem tudja, hogy a másik sejtel mi a viszonya, csak annyit tud, hogy ő el akarja pusztítani a környezetét azért, hogy ő életben maradjon. Ez a rákos sejt. Tehát az egészséges sejt az a személyiség, a rákos sejt az az egoitás. Így már világos? Tiszta. Nagyon szívesen. Lábjegyzed. Tudod, hogy ez a körmöd, ez itt nő tovább, de a fejed az tudja, hogy hol kell megállni. Tehát nem lesz nagyobb a fejed, és nem kell levágni a fejedet. A hajadat igen, a körmödet igen. Tehát milyen sejtjeink vannak, hogy az egyik tudja, hogy neked a saját DNS programod egy 180 centis termetet ír elő, ezt kb. 18-20 év alatt eléred, és kész, semmi. A körmöd az nő, a hajad az nő. A bőrödön a hámsejtek szaporodnak és kopnak is. Tehát, hogy van ez az elképesztő intelligencia, hogy az egyik sejt tudja, köszönjük szépen, ennyi volt, és utána pedig a másik azt mondja, hogy igen, én ilyen kopófogyó vagyok, és akkor én növök egész addig, amíg le nem vágnak, meg nem reszelnek, és a többi. És tudják ezt a sejtek úgy, hogy amikor gyerek születik, pontosan olyan lágyak a szövetek, hogy átférjen a csatornán, és kibírja az egészet, de pár hónap múlva kibírja azt is, hogyha legurul a sezlonyról, Ugye? Azt is kibírja, egy évesen neki szalad az ajtónak, és nem törik szét a feje. Tehát milyen elképesztő intelligencia van nem csak a sejtek között, hanem a sejt és a világ közt, hogy hogy tudok úgy megszületni, hogy a szöveteim látsága kibírja azt az elképesztő nyomást, hogy a felnőtt az anya szövetrendszere pont akkor át tud tágulni, és a gyereknek a szövetrendszere pont olyan lágy, hogy ki tudja bírni, és szilárd állapotba megszületni. Gondoljuk ezt el, hogy micsoda intelligencia kell lehez. Ez mind a sejtalkotóknak és a kölcsönhatásnak a függvénye, meg az a mező, ami körülveszi az egészet. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon mély tudás. Tessék ebbe belenézni. Miért? Mindannyian megszülettünk. Mindannyian anyukától születtünk. Hogy volt ez? Ott. Én a karmáról szeretnék kérdezni. Évek óta foglalkoztat, utána olvastam, meghallgattam több előadást, de valami miatt nem, nem, tudom megérteni, hogy mit is jelent tulajdonképpen a karma. Tehát okokhozatról ok beszélünk, de, de hogy, hogy, nem értem igazából, ezt szeretném megkérdezni. A karma? Igen. Ez mi ez a, ez a szó? Hát én sem tudom. Hát akkor már ketten nem tudja. Hogyha megtudod, hogy mi a mit kezdesz vele? Talán esetleg válaszokat ad nekem. Jó, kapsz válaszokat, és mit kezdesz a válaszsal? Hát azok megértések, nem? Azok. azok megértések, és mit teszel a megértéssel? Hát a megértések azok segítenek a saját működésemben. Hogyan segít a megértés a saját működésemben? Hát én azt tapasztaltam, hogy ha valamit megértek, akkor azután a természetesebben működik. Mi a természetes működés? Hát amikor nem egóból, hanem esetleg önvalóból, vagy tehát, hogy... Tehát, hogy nagyon jó. Küzdjél még, nagyon szépen csinálhat. Küzdjél még. Tehát természetes működés versus egoitás. Ezt Igen. nagyon szeretem. Igen. Miért miért jó ez? Mert egy kőkemény ellentét. Te közelítesz. Közelítesz. De egoitás, az milyen? Az olyan csúnya. Én nem tartom nem. egyébként csúnyának az okay. egoitást. Ez jó hír a mai napon. Igen. De a természetes, akkor mitől jobb, mint az ego alapú A működés. természetesség az, amikor spontán történnek a dolgok, spontán. Hát ez egy kocsmákban spontán pofán vágnak embereket, és az nem szép. <laughs> tudjuk. Ez... A spontaneitás az mindig természetes? Ugye, hogy nem? Hát honnan jön az a spontán működés, kérem? meg az a szisztematikus, lassú, megalapozott, nem spontán működés, az nem mindig egoitás, kérem szépen. A gondolkodás az üresség természetű, az nem jó és nem rossz. Na kérem. A karma Igen. szanszkritül a kr gyökből származik, ugyanúgy, mint a kar. Értjük? Tehát a kar vagy kr az a cselekvés. Kezedbe vetted a mikrofont, így az a kezedben van ez egy mikrofonkarma. Értjük? Ha ezt összerakod, akkor a személyiségednek van gondolati karmája, ahogy te gondolkodsz. Van érzelmi karmája, ahogy az érzelmeid működnek, és te joggal várod el, hogy a megértés segítsen. Miért segít? Mert hogyha a használati utasítást elolvasod, akkor a gép működését jobban tudod szabályozni. Na, ez nem én vagyok, tehát én nem olvasom el, én kipróbálom. Azért van zen, és nem pedig valamilyen strukturális, könyvalapú, egyéb dolog. A karma megértése nem írás alapú. Az írás az egy darabot közvetít belőle. De felfedezed, hogy te hogy működsz. Mitől vagy boldog? Ez a boldogság karmád. Mitől vagy boldogtalan? Ez a boldogtalanság karmád. Mi zavar evőeszközhang? Ez az evőeszköz karmád. Jó? Úgyhogy az ok és okozat annak ismétlődése, annak a szokásokká tömörödése, a szokások személyiségé való összeállása, a személyiségek párrá, családá, társadalommal való összeállása, ez mind karma. Nézd meg! Ok, okozat, és az okozat egy újabb rétegnek az oka. Na most az ezt kormányozó törvény az a darma. Tehát a karma az a jelenségek áramlása, működése. Például a mostani közös karmánk az, hogy egy előadó teremben ülünk. Nagyon sok döntést kellett ehhez hoznatok. És ma a közös dharma karmánk az, hogy a zenről, a darmáról tudunk egy térben, egy időben tudattól tudatig való párbeszédet folytatni. Tehát ez a mi közös karmánk. Az is közös karmánk, hogy itt majdnem mindenki magyar testben született, aki meg nem, az csatlakozott egyhez. Tehát az a fontos, hogy a közös társadalmi karmánkat is lássuk. Miért születtünk magyarnak? Mi az, ami ebbe a nemzetbe hozott minket? Mi az a közös karma, ami miatt az anyanyelvünk megegyezik? De a gondolkodásmódunk már nem. Bizonyos tipikus mintázatok megegyezhetnek. Szeretünk panaszkodni. Szeretünk minősíteni. Ő a rossz, ő vele van a baj. Értjük? Más nemzetek? Na, nem, nem. Nem vagyunk ez az ah, Nem, nem ez van. Nem ez ja, hát gondoljuk át. Nézzük meg. És akkor hárman állnak, öten állnak, heten állnak, nyolcan állnak egy gödör körül, egyás. Jó, hát ezt máshol nagyon ritkán látod. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy a magyar karma milyen. Ez mindannyiunkból áll. Vagy a családi karmád. Tehát milyen szokásaid vannak neked abból, hogy anyához és apához születtél. Nem születhettél a szomszédba. Ez a családi karma. Tehát csak azokhoz születhettél, akikhez születtél. Szülő, rokon, oldalág, alul, fölül, generációk, mindenki. De ez a karmának az összefüggése, kúrjául innyon, kínaiul yin és yang, az a vonzás és taszítás, hogy az azonos pólusok taszítják egymást, az ellenkező pólusok vonzák egymást, és ez minden csatornán gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet működik. Az emberi karma elképesztően komplex. Nagyon-nagyon bonyolult, ha jelenségeket nézed, és nagyon egyszerű, ha lényeget tapasztalod. Ebben a tiszta, tükörszerű tudatban látszik a karma, mert ez a tudat, ahogy mondtam az elején, nem keletkezik és nem szűnik meg. Nem mozdul. Nem teremtett. És ebben a tükörben látszik a teremtés, a keletkezés, a maradás és a megszűnés. Ha ezt a látást elsajátítod, akkor tudod uralni a karmádat. Egyébként nem. A folyót akkor tudod meghaladni, ha egy csónakban ülsz. Ha a hullámok között vagy, akkor a folyó visz téged. Ha evezel a kis Kenutban, akkor te mész a folyón arra, amerre szeretnél. Ha a folyó partján ülsz, akkor nem éled az életet. Értjük? akkor uh, gyakorlatilag a cselekvést uh, akarja jelenteni? Tehát, hogy, uh, hogy cselekszem? Cselekvést is, még egy kicsit a történést Történések. is. Történések. Köszönöm szépen. Szívesen. Tessék az érzelmekkel jobban foglalkozni, és akkor jobban megérted a karma minőségét. Jó? Tessék. Abig a bika képek uh, vannak folyamatosan a fejemben. Éjszakára és... ne. Nem Jó, azt nem. Azt, azt ne. Miben segíthetek Bika ügyben? Mondani? Igen, tehát hogyha én itt most eldöntöttem, és lehet többen is vannak, akik eldöntötték, hogy én, és akkor most én elindulok, és megkeresem az én Bikámat, vagyis azt a Bikát. Otthon nincs, tehát... De... <laughs> hát egy másfajta Bikát. <laughs> és és a második, vagy a harmadik képkocka volt, amikor meglátta az a, az, az úriember, vagy nem tudom, aki szerepelt a képen, a Bika a Tomporát, az a gyakorló, az is te vagy. A siker. gyakorló, igen, én, 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 igen. Tehát, hogy én honnan fogom lá tudni, hogy az a bika tompora, vagy esetleg összekeverem valamibe? Egy másik tomporral, mi? Tehát, hogy honnan fogom tudni, hogy az a, az, az én bikám ott? Honnan tudod majd, hogy ez a tompor előbb-utóbb fehéredik? Egy másik tompor nem biztos. Tehát, ha a saját karmádat látod meg, azon dolgozhatsz, azt tisztíthatod, de mások karmáját nem. Ez a legnagyobb fájdalom például egy intim kapcsolat esetén, legyen az családi vagy párkapcsolat, ott van melletted, bőr közelben, és mégsem tudsz rajta úgy változtatni, hogy te szeretnéd. Ő se rajtad. Viszont, hogyha saját magadon változtatsz, az ilyen láthatatlan, megmagyarázhatatlan módon a másikban is változást hoz. Tehát amilyen problémát a másikban látsz, azt először légy szíves, old meg magadban. És ezzel hozzásegíted a másik embert is, hogy ő is ezt tegye a sajátjával. Gyereknél még keményebb. Mert látod, hogy még tényleg nem autonóm, az akarata, mint a beton. Még nem beszéldem, annyira tudja, hogy mit akar, hogy gyakorlatilag néha megszólíthatatlan. Így tudod, hogy érti? Tudod. És így elmegy melletted. Szóval nézd meg azt, hogy magadban hogy oldod meg a problémát. És akkor ez a másikat is segíti. Úgyhogy csak a saját bikát, tomporát vakarhatod szépen fehérre. Onnan ismered meg, hogy a sajátod. Jó, ja. szívesen. Én az egóval kapcsolatban kérdeznék. Ez egy olyan dolog igazából, amit mindenképpen kialakítok valaminek a hatására, mondjuk egy traumára, egy félelem válaszul, vagy amikor megszületek már, akkor ott van bennem. Tehát ti mondjuk szükségem van rá ahhoz, hogy mondjuk valaki megtapasztal, hogy eljusson a megvilágosodásig. Szükséges? Vagy Szükséges. Tehát leegyszerűsítem, mint tendencia, mint szokás mindegyikünkben ott van. Tehát a levált én tudat, amely egy ilyen édenkerti mozdulat, ugye, az nem tud egy olyan szakasz nélkül élni, amikor meg nem tapasztalta saját abszolút létének az illuzórikus voltát. Tehát szükségszerűen megcsaljuk önmagunkat. Szükségszerűen illúziót dobunk más emberek szemébe. Szükségszerű az, hogy az önképed egy ideig hamis legyen. Tehát ez a... nem a fiatalság bolondság. Ez kitarthat nagyon sokáig. Tehát fontos az, hogy a saját egoitásunk, mint létrehozott, mint illuzórikus, mint változtatható állapot, ez legyen meg. Na, ehhez a befelé tekintés és a meditáció nagyon-nagyon alkalmas, mert 50 perc alatt te 20-szor megváltozol. 50-szer, 100-szor, attól függ, hogy milyen gyorsan oldod fel a ragaszkodásodat, vagy az azonosulásaidat. Úgyhogy, ahogy azt az előbb elmondtam, ugyanazon léleknek az egészséges működésmódja egy tudatos személyiség, és az egészségtelen, téves nézetekre alapozott működésmódja az egoitás. Az egyik relatív, a másik abszolút. Az egyik változása képtelen, ezért nem fejlődik, csak a szenvedésből tanul, és akkor is minimálisat. A másik a személyiség, az belát, az fejlődik, az, az alakul, mert alakítja önmagát. Nézd meg, hogy a, így, hogyha a személyiség és az egoitás belül elkülönült, mert már sikerült széttársítani a kettőt, akkor nézd meg azt, hogy ha most, mondjuk 10 perc múlva testet kéne váltani, akkor az milyen érzés? Tehát, hogy ezzel a tudatformával, ezzel a lélekkel, aki most vagy, egy bébiben újra kezded az egészet. De 10 perc alatt még annyit változtathatsz magadon, amennyit akarsz. Olyan karmát raksz ki, és olyat raksz be, szokást, amilyet akarsz. Lenne munka. Lenne kapkodás. Lenne lapátolás, hogy Úristen, én ezt nem akarom a következő életembe átvinni. Én nem akarok ilyen lenni. Akkor most miért vagy ilyen? Most elviseled? Most úgy most kicsikét lazább vagy, de a következőben nem szeretnéd? Te képzeld azt el, hogy az összes inkarnációd, összes lehetősége és felelőssége ebben összpontosul. Minden, ami voltál, az ezt eredményezte, és ez így is van. De a következőt nagyon nehezen látjuk, hogy minden, ami most vagy, az a következőnek az alapja. Na? Ezért szoktam mondani, ide nem bűntudat kell, ide tisztánlátás kell. És ez a kérdés, ez segített ebben. És köszönöm. Köszönöm. Egyebek? Ha változik a csoport körülöttünk, akkor az identitás is változik, vagy a referencia személyhez kötjük magunkat, vagy pedig, ha megfordítom, tehát, hogy nekem kell változnom ahhoz, hogy, hogy a csoporthoz kötődjek. Mennyire értesz egyet azzal az irányjal, amelybe a csoport megy? Mert akkor követhető és változ vele. De ha nem, akkor ez a lemming effektus van, mindenki rohan a szakadékba, és én is, mert nem akarok különbözni. Vagy referencia személy, rossz szóval tekintés személy, ha követem, kivé válok, olyan válok, mint ő, szeretném ezt? Szeretném a saját változatomat ő hozzá igazítani? Hát ezt kell eldönteni, és ha igen, nyugodtan kövesd. Ha nem, akkor viszont nyugodtan legyél fekete bárány. Okay. Az a fontos, hogy ez neked önazonos maradjon. Ha te önazonos vagy ezekben a helyzetekben, akkor automatikus, hogy mersz -e különbözni, vagy pedig belesimulsz az egészbe. De ha nem vagy önazonos, akkor biztos, hogy rossz döntést hoztál akkor úgy beszélsz, hogy nem kéne, hogy nem akarsz, mert a környezeted az diktálta, vagy a tekintés személy. Gondolkodás, érzelmek tettek ugyanez. Tehát kivé válsz ezáltal. Kivé válsz azáltal, hogy belesimulsz, vagy pedig különböző. Ezt kell eldönteni. Hogy akkor ettől is van tovább valószínű. Hogy ne lenne tovább. Tehát mondj egy állapotot, amely ja. megvalósult valamiből, és nincs tovább. Ja. Az a kérdés, hogy ez irányt tudod-e tartani. Tehát mester mindig azt mondta irányvétel, irányvétel, irányvétel. Kicsit kibontva motiváció, szándék, cél. Ez a három pont kirajzolja az életednek az egyenesét. De nézd magadba ténylegesen, hogy milyen motivációból cselekszel. Mi a tényleges, mostani szándékod? És mi a célod, ami a jövőd? Na tessék erre ráébredni. Itt hazudunk a legnagyobbat magunknak, és így másoknak is. Okay? Ha, szuper, köszönöm. Szívesen. Ott. Elindultunk egy úton. Először is van az önszeretet, az én tudat, a tudatos életmód, és van az üresség. Hogy ez így építjük föl, vagy van egy mester, aki ezt megmutatja nekünk. Mert van abik, akit ő, ugye legyőzünk magunkban a tudatunkat, de ahhoz Kell egy mester, aki megmutatja azt az utat, hogy hogyan tegyük. Vagy képesek vagyunk egyedül megoldani. Te szoktál gyermekmeséket olvasni? Nem. Pedig kéne olyan hangod van és olyan szeretet jön belőled, hogy Benedeknek, hogyha mi éppen fáradtak lennénk, análtal olyan mesemondó lennél, hogy az fantasztikus. Köszönöm. Többszörös nagymama vagy? Ö, nem, egy. Egy. Egyszeres. Egy, na, egyszer, na, az egy boldog unoka. Köszönöm. Ezen túl azt csinálsz, amit akarsz. Tehát, hogyha, hogyha te azt szeretnéd, hogy egy mester építse, föl, föltalálj egy olyat, aki fölépíti, hogyha ezeket a lépcsőfokokat, amiket mondtál, beszeretnéd járni, vagy a tízbika történet fokozatait, tedd azt, csak ezt a szeretetet, ezt ne veszítsd el soha. Jó? Köszönöm. Nagyon szíves. Egyéb kérdés? Mi a legnagyobb kérdés, ami téged foglalkoztat most jelenleg? Még mindig az, hogy mi ez. Ez nem meríthető ki. Őve, hát állva, járva, fekve, álomban, ébrenlétben, beszédben, csendben. És azért, hogy a köztes lét egyetlen állapotában sem veszítsem el ezt a kérdést, hogy mi ez. A kérdés kinyit, a kérdés nyitva tart. A kérdés tisztán tart. És én soha nem akarom azt, hogy ez bezáruljon. Na, most akkor csak ez vagy. Hát igen, ez a személyiséged, ez fejlődik, ha jól csinálod, ez a karmád, ezt látod, ha jól csinálod. De ez egy fluxus, ez egy folyamat. És ebben a folyamatban ki lehet egy diaképet vágni, hogy igen, most ezt te vagy, de ha ez nem változik, akkor megálltál a fejlődésben. Ez a kérdés nyitva tartja a fejlődés útját. Ebből a kérdésből, hogy mi ez? Mi az, ami kimondja azt, hogy én, és sokkal jobban van, hogyha nem mondja ki, csak látja? Ez kimeríthetetlen. És hogyha ezt megtartja az ember, akkor éberen megy át, amennyire csak tud a kapukon, a köztes lét kapuin, és egyre éberebben tud segíteni másoknak. Úgyhogy ez nem fog változni ez megmarad. Mert ez a kérdés valójában ez a pont. A gondolkodás előtti tudat állapota. Ezt kívánom mindenkinek, hogy valahogy érdel, valahogy tartsd meg, mert hogyha nem tartod meg, akkor az egoitásod rátszilárdul, akkor a kérdés helyett valami dogmatika van, akkor a tapasztalás szabadsága helyett valamilyen előre elgondolt rendszer van, és te ennek a következményévé válsz. Ezért érdemes nyitva tartani a kérdést, ezzel nyitva tartani a tudatot, ezzel frissen tartani a lelket, és ameddig lehet egészségesen tartani a testet. A testünk általában attól szenved, amit a lélek karmából rától. Ezek a szomatizált betegségek. És ha ezt nem tesszük meg, akkor spontán egészséges maradsz, ameddig a szavatossági idő tart. De ha megbetegítjük magunkat azáltal, hogy a lélek egészségtelen, és ezt rátolja a testre, akkor a tudat valahol nem tiszta. Akkor valahol teljesen azonosultunk azzal, amit tükrözhetnénk, elengedhetnénk, de mégse tettük. Hát a mi ez, kérdés, az, ami nagyon foglalkoztat engem egyre jobban. Jó? Márki más? Értelmes dolog-e az élet, és ö, hogyha értelmes, akkor az a gondolkodás miatt a bal agyfélteke működése miatt tűnik annak, és ezáltal egy egót fűtő folyamat, aminek a végén az áll, hogy az én életem értelme a kakaós csiga, az övé a heti hetes, vagy paradox módon akkor válik értelmesi az egész, amikor megszűnik az egó paradox módon a heti hetes megszűnt, de a kakaós csiga még van. Tehát eszméletlen komplex a kérdésed, és indokolt. Ennek a botnak van értelme? Téged kérdezlek. Én nélkül szerintem nincsen. Akkor megüt. És amikor megüt a bot, akkor rájössz, hogy ez a bot ez működik valahogy. Ha azt mondod, hogy van értelme, hiba. Azt mondja, hogy nincs értelme. Az is hiba. Tehát az, az élet, mint jelenség sorozat, arra mondjuk, hogy üresség természetű, ami azt jelenti, hogy ez teremtett. És a maga teremtettségében felruházható értelemmel. Tehát adsz értelmet az életednek? Megtalálod az élet célodat? Megtalálod a helyes motivációdat? Szándékot? És hirtelen van értelme. Most miért van az, amikor elképesztő depresszióba lemegyünk, akkor nincs értelme. Nincs meg az energiánk ahhoz, hogy helyesen lássuk. Ha valaki túlpörög, és valami mániája van, akkor az a mánia, az a szenvedély, az a pátosz uralja. És akkor meg ettől nem látja. Akkor sincs értelme, csak ilyen elképesztő dionysos világ van, hogy csak szenvedély, és csak valami extázis, stb. stb. Tehát úgy tűnik, hogy a helyes információhoz kell a megfelelő energiaállapot. Ha túl magas, az sem jó, ha túl alacsony, az sem jó. Na most az ember ezt középutas gondolkodásnak hívják. A középut az nem középszerűség, vagy ilyen szürke átlagosság. A középut azt jelenti, hogy megtartom az energiámat, és nem pazarlom el szélsőségekben. A szélsőségek azért vonzóak, mert hirtelen nagy energia szabadul föl. Akár dütipusú nézzünk körül, akár kapzsiság típusú, még jobban nézzünk körül. Ezekből a szélsőségekből gyorsan, mint hogyha kiuzsoráznád a belső és a külső valóságot egyszerre, rengeteg energia szabadul föl, és el is pazaroljuk. Nincs tartalék. Úgyhogy, ha értelmet akarsz adni az életnek, akkor lásd először úgy, ahogy van. Ez az élet ilyensége. És Ebbe az ilyenségbe, hogyha belesímusz, akkor látod, hogy igen, ezzel az élettel nekem ez a célom. És akkor számomra az életnek ez az értelme. De eredetileg nincs, rajtad kívül nincs. Mások is a saját elgondolásaikat teszik bele. És azt szeretnék néha, hogy ezt te elhidd. Mert akkor az ő önérzetük erősebb lesz ezáltal. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen itt egy lélek per tudat tud úgy dönteni, mondjuk, hogy két testben születik le egyszerre, és ebből még átkanyarodnik arra, hogy mint igen lelkek, mint jelenség. Elméleti a kérdésed. Igen. Valójában mi a probléma? Csak kíváncsi vagy, vagy emögött van valami, amit nem kérdeztél meg? Oké, kíváncsi vagy, látom, mert ide ment fel a szemed. Tehát a helyzet az, hogy ez a, se, ez a kérdés és a ráadott választéged nem segítene ezért nem válaszolom meg minden együttérző és baráti közelítésem dacára. Tehát most ebben az emberi létben az van, hogy egy test, egy lélek. Ezzel kell tovább menni. Az összes alternatíva elméleti. Tehát nincs az aló feloldozás, hogy ez a lélek, akit te énnek, magadnak mondasz, nyugodtan nézd meg a személyidet, hogyha a kétségbe vonod, igen. Néha, néha tényleg nem tudod, ki vagy. Úgyhogy ez a lélek, akit ezzel a névvel illetsz, az ebben a testben van, és ez az élet ilyen. Ezzel kell tovább menni. Nincs alternatíva, nincs lélekcsere, nincs testcsere, az megy másik élet. Akkor meg kell halni hozzá. Tehát így a tested és a lelked össze van drótozva erre az életre. Ez a születéssel kezdődik, halállal végződik, kirándulni lehet, ugye? De aztán folytatjuk. Jó? Utolsó két-három kérdés, aztán boldogan megyünk haza. Tessék ott. Egy nagyon közeli hozzátartozóm egy hónapja bekerült a kórházba, és újra élesztették 40 percig. És öm, azóta úgynevezett éber van. És öm, az állapota nem javul, nem tudunk hogyan segíteni neki. Hogyan tudná. Mitől éber egy kóma? Azt mondd hogy tudjuk. Ö, hallja, amit mondunk neki. Illetve hangokra reagál. Tehát ö, oda... De is. csak festmozgással, nincs kommunikáció. Így van. Ez az. Igen. Okay. Tovább. És ö, előtte ő, tehát ö, krónikus beteg volt már régóta, és... Ö, azt mondta, hogy ő már szeretne meghalni. És érdekes, hogy hát az orvos 40 percig élesztette, tehát azután jött vissza, viszont amikor bemegyek hozzá, vagy bemegyünk a családtagjai, akkor most azt látjuk, hogy mégis ragad, ha ragaszkodna az életéhez. Miből látod, hogy ragaszkodik? Mert mintha próbálna mégis, nem tudom, kommunikálni, de nem tud. Tehát ha beszélünk hozzá, akkor mozgatja a végtagjait, az arcát próbálja, az arc mimikája próbálja. Uh -huh. um, Nézd, de... ez egy nagyon jó indulatú rávetítés erre a folyamatra, hogy ő ezt még akarja. Ezt nem tudjuk, hogy mit akar. Azt tudjuk, azt látod, hogy hogy működik. Ez akkor fordul elő, amikor a lélek kis részben bent van a testben, és nagy részben kint. Nem tudott meghalni, de nem is él. És ez az egyik legsúlyosabb állapot, amikor mondjuk a rendszer, mert itt biztos, hogy gépek tartják életben, ezt az utat, hogy az életből a halálba átmenjen, megakasztotta. Teljesen mindegy, hogy ő korábban mit mondott, most ez az állapot van, és gépek nélkül ő meghalna. A kérdés az, hogy végrendelkezette-e. Ilyen állapotról szólt-e? Mert hogyha leírta éber állapotában cselekvőképesen, hogy ő ezt visszautasítja és ő menni akar, akkor a rendszernek ezt engednie kell. Az orvos az esküjét teljesíti. A rendszer a szabályok szerint működik, lásd, nővér, kórház, gépek. De ha ezt az egyén nem szeretné, akkor neki itt döntési joga van, még akkor is, hogyha a jelenlegi állapot teljesen cselekvőképtelen. Tehát itt a lélek egy része bent van a testben, és a nagy része kint. És ezt évekig lehet húzni úgy, hogy közben ő megreked egy úgynevezett homályos bardóban. Tehát nem éber, Nincs leszakadás a testről, nincs egy következő életfelé való menetel, hanem be van betonozva ebbe az állapotba. Ez egy elképesztő szenvedés. Ti csak annyit láttok belőle, amit a test tapasztal a léleknek, ez egy óriási kín. Úgyhogy egy tajvani templomban készült filmet szeretnék idézni, ahol egy nagyon-nagyon magas szintű mester, egy hetet volt kórházban, és hát gépretették őt is. És ott sem volt végrendelet. A tanítványok ott voltak. És a tanítványok, főleg a közeliek, azok nagyon komoly tudati kapcsolatban álltak vele, teljesen mindegy, hogy érzékszervi síkon működötte az élete vagy sem. És hallottam a filmben élőben, ahogy az, a fő tanítvány azt mondja, Mester Mester. Tudjuk, hogy milyen állapotban vagy. Kérünk, hogy ha dolgod van az életben, ébredj föl és taníts minket. Ha már nincs dolgod ebben az életben, menj tovább a testből, és ezzel taníts minket. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. A cselekedeteink határoznak meg bennünket, hogy milyen helyzetekben, milyen döntéseket hozunk, és ezek vajon a saját döntéseinke, vagy a környezetünk és az életünk hatásaira egy valami valamiféle reakció. Magyarul arra vagyok kíváncsi, azt szeretném megtudni, hogy szerinte létezik-e szabad akarat. Komoly? Te tényleg komolyan kérdez, hogy létezik-e szabad akarat? Igen, ezt. Jó, kérdezem. akkor teszteljük le a szabadságodat. Te most ide jöttél hat előtt nem sokkal. Ez milyen döntés volt? Szabad vagy sem? Hát sok dolog közre játszott benne, hiszen valakitől meg kellett tudnom, hogy van ez az esemény, foglalkoztat a téma. És ezek mind valamilyen előzmények hatására alakultak ki? Gyönyörű, amit mondasz. Ezek az előzmények, magyarul feltételrendszer, ami szerinte döntöttél. Ez a szabadságot, tudatát csökkenti, vagy sem? Ez olyan dolog is lehet, amit belülről jön, de olyan. Absztrakt, dolog... nem. Tessék, konkrétnak lenni. Hoztál egy döntést, hogy ma ide jössz? Meg kellett tudnod, feltételeket kellett teljesítened? Szabadon döntöttél, vagy sem? Ez egy egyszerű igen, vagy nem? Igen, én úgy érzem, hogy ezt, ezt, ezt szabadon... Akkor számodra van szabad akarat. Hidd el, hogy egy csomó ember ezt nem éli meg így. Meg kellett kérdezni az asszonyt. Hát az már nem szabad akarat. Hát érted? Mi a, mi a szabadság? Tehát az, hogy te teljesen egyedül vagy a világegyetemben, és nem kapcsolódsz semmihez és senkihez, és nem függsz senkitől és semmitől? Mert akkor így semmilyen szabadságod nincs, próbálj meg oxigén nélkül létezni 5 percig, hogyha minden függő viszonyt fel akarsz számolni. De annyira függők vagyunk, szeretet függő, étel függő, ital függő, alvás függő, hírnév függő, birtoklás függő, érintés függő, tehát hol van itt a szabadság, hogyha te azt ki akarod venni ebből a kontextusból. Ha az önállóságról beszélünk, és nem pedig az abszolút szabadságról, az már van, hogy te önállóan döntesz. Nem más mondta, hogy gyere ide, te döntöttél így. De azért eléggé feltételhez vagyunk kötve, kondíciók között vagyunk. Ezért mondtam az elején, hogy a szenvedés egyik forrás, hogy szabad akarsz lenni, de mindenhol feltételrendszert találsz, amíg élsz. Az igazi kérdés, hogy milyen feltételek között élsz, és kivé válsz ezáltal. Az a szabadság, a másik kedvencem az egyenlőség, mert az sincs. Testvériség az úgy helye-közzel, hogyha látod, hogy az emberi lényegünk ugyanaz, de a formánk, a karmánk az különböző. Tehát csak úgy lehetsz a másik ember testvére, hogy az emberi lényeget tapasztalod. Másképp nem. Másképp csak ilyen mesterséges. Mondva csinál dolgaink vannak, és ezek pont akkor törnek darabokra, amikor a legnagyobb válsághelyzetben vagyunk. Akkor kiderül, hogy még a testvéred, hanem mondjuk az ellenséget. Hú, milyen kemény dolog ez. Tehát ha te az önállóságot szabadságnak fogod föl, ezt javaslom, akkor ez működik. Ha az önállóságot egy teljesen mindentől elszigetelt, mentes feltételhez nem kötött létnek akarod, az nem az az élet, amit élünk. Úgyhogy ezt tessék megfontolni, hogy neked mi a szabadság és mi a kötöttség. Önálló döntéseket hozni és viselni a következményeit. Például az, hogy itt vagy, ez a következmény. Nos, utolsó utáni kérdés, ha van. Úgy érzem, hogy minden bikáról leszálltam. És akkor ilyenkor merre tovább? Azt érzem, hogy ott ö, ülök az ilyen szakadék szélén, vagy ilyen, nem tudom, mi van. Tehát, és Minden akkor így... bikáról leszálltál? É. Igen, azt érzem, hogy így a... Nem látom a karmámat már, hogy így mivel De mi történt, történt az utolsó bikával? Meghalt, kilépett az életedből, elszakadtál tőle, elváltatok, mi történt azzal? Barátságba vagyok vele. De a barátság az nem jelent, az, hogy leszálltál a bikáról. Csak egy é, kicsit távol... Te szerintem ő nagy fájdalommal hallaná. Odáig süllyedtek a dolgok, hogy nem zavar. Te nem szálltál le minden káról, csak tartasz egy biztonsági távolságot. Ez nem ugyanaz. Beérkeztél? Elérted a legmagasabb rendű felébredést? Hát erre nincs válasz. 50 százalék. Nincs válasz, az nem rossz, de nem is jó. Ha leszálltál minden bikáról, akkor szabadon választhatsz, hogy melyikre szállj föl. És amíg élünk, valamilyen haladást érdemes elérnünk. Találd meg akkor azt a bikát, azt az elmét, ami benned van. A tudatosságod akkor nem egy másik emberre terjed ki, hanem saját magadra. Ezt nem lehet abba hagyni, mert életben vagy. Valamilyen módon az énedet működtetni kell. Az énedről, mint az utolsó bikáról, hogy szállsz le? Ezzel vagyok bajban, hogy nem tudom, hogy hogy működtessem az énemet. Mert olyan, mintha így. Most akkor mi van? Mi van? Elmondom. A meg nem ismert én bikáján ülsz. Ez a kérdésedből gyönyörűen kiderül de mindannyian ezen ülünk. A meg nem ismert önmagunk bikáján ülünk, és ez vagy nagyon barna, vagy kevésbé barna, vagy pedig egy picit már fehéredik. De ha mi itt ülünk egymás társaságában, Nyíregyházán, Magyarországon 2024-ben, akkor azért nem annyira hófehér és teljesen foltalan ez a dolog. Jó, tehát nézzük meg azt, hogy mikor veszekedtünk egy jót utoljára, mikor idegesített föl valaki utoljára, mikor csapott bele az akaratunk valamibe úgy, mint a villám, hát ezek még a barna foltok a Mikor voltunk elégedetlenek, mikor vágytunk valamire, amit nem tudtunk elérni, mikor ítéltünk az embertársunk fölött így, hogy te pedig a pokolba, én pedig itt a mennybe, mikor volt ez, tehát amikor a vikának ezeket a foltjait látjuk, egyrészt rájössz, hogy rajta ülsz, másrészt látod, hogy bizony van még fejlődni való. Ezt a belátást kívánom mindannyiuknak, hogy az út az nem ér véget soha. Te leléphetsz róla, megszűnhetsz gyakorolni, akarhatod azt, hogy ezeknek itt a belső folyamataidnak így vége legyen, meg egyebek. Ez a te döntésed. Ettől az útnak nincs vége. Csak úgy tűnik, hogy lelépsz róla, és ezért vége van. Ahogy az útnak kezdete sincs. Csak ráléptél, és akkor számodra elkezdődött. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a kezdettelen és végtelen úton haladjon mindenki, mindegyikünk a saját szabad elhatározásával, a karma megismerésének az útján egy olyan állapot felé, ahol mindent tapasztalunk, amit kell, hogy minden zavaró tényezőt a valóságról le tudjunk hántani, és ezáltal elérni egy tisztább tudatot, felébredettebb tudatot, amely a fejlődésünk záloga. Ezt csak mi tehetjük meg, közösen, de önálló döntéssel. Köszönöm a figyelmet!